Krahun Szilárd bátalapáti polgármestere és Sipos Ferenc, a Magyar Lapádi Etnika Kulturális Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a szerződést, melynek értelmében a völcsegi település falubusza ezentúl az erdélyi civil szervezet tulajdonába kerül. A Magyar Falu programban nyílt lehetőség arra, hogy Bátalapátinak új gépjárműve lehessen, cserébe felajánlották sajátjukat a határon túli közösségnek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón elmondta, egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Az én körzetemben eddig már 29 ilyen kis busznak a beszerzése vált lehetővé a Magyar Falu programból, és azok, akik határon túlra juttatják el a régi buszaikat, azok plusz pontot nyernek el a pályázaton. Több település az én körzetemből is határon túli magyar közösségeket támogatott. Bátalapátiban eddig nem volt falu gondnokság a busz beszerzésével együtt, ezután ez a szolgálat is megszerveződött. Hát megpályáztuk ezt a státuszt, falugondnokunk lett, utána pedig egy buszra pályáztunk államtitkár úr közbejárásával. Szerencsésen nyertünk ezen a pályázaton egy új falugondnoki buszt, és a régit pedig úgy gondoltuk, hogy akkor azt egy erdélyi településen meg fogjuk ajándékozni, ahol ez a busz jó szolgálatot fog végezni. Sipos Ferenc, a Magyar Lapádi Civil Szervezet vezetője azt mondja, hihetetlen segítség az ajándék számukra, hiszen nagyon sok gyermek utaztatását kell megoldaniuk. Létrehoztunk egy szorványkollégiumot, ahol a környék gyerekeit kollégiumban szállásoljuk, enni adunk nekiek, tanítjuk, hogy a Magyar Lapádi magyar iskolának ne szűnjen meg a magyar jellege. Az itt tanuló gyerekek olyan helységekből járnak a kollégiumban, ahol már nincs lehetőségük magyarul tanulni. Elsősorban az ő bejárásukat segíti a most megkapott jármű.